megyünk éppen Szobra a futóversenyre. Elvileg fél óra, amíg odaérünk, és 9 óra 29-re írja a GPS az érkezésünket, és 9 óra 30-kor van a start. Fel kell még menni a rajtszámomat, regisztrálni kell, vagy akkreditálni, vagy valójában fogalmam sincs, hogy ezt a futóversenyeknél hogy hívják. Nagyon durván kell pisilnem, nem lesz időm bemelegíteni. Tegnap kifordult a csuklóm, amivel voltam kórházban, borzasztóan fájt, és most is borzasztóan fáj, szóval halmozottan hátrányos helyzetének érzem magam jelen pillanatban, de minden adott arra, hogy egy abszolút sikeres versenyt tudjak prezentálni a mai napon. A 24.hu podcastját fogom hallgatni. A Kerner Zsolt kollégánk Ceglédi Zoltánnal beszélget. Nagyon remélem, hogy nem lesznek unalmasak. Rajtok múlik, hogy mennyit fogok tudni futni. Hallom, hogy elindulnak, és mi még itt nagyon messze vagyunk, és nagyon kell pisilnem, és nincs meg a rajtszámunk. Abszolút kicentízve érkeztünk meg a versenyre, így végül az utolsó néhány ember között indultam. Minek annyi előnye volt talán, hogy nem maradt időm szétizgulni magam a start előtt. Az történt, hogy, hogy pont az utolsó percben sikerült megérkeznünk. Konkrétan én vagyok az utolsó ember, aki fut. Se nem sikerült bemelegítenem, de legalább pisilnem is nagyon kell. Kinkeserves kilométerek lesz neked. Ebben a pillanatban lettem igazán biztos. Most tartok az első kilométernél. Még mindig a legvégén vagyok. Az a para, hogy nagyon kell pisilni. Az van, hogy akik most jönnek szembe, ők már visszafelé futnak. Én a legvégén tartok a mezőnek, harmadik kilométernél. Változatlanul nagyon kell pisilnem, és bazira fej a kezem. Kilométernél vagyok. Most volt a fordító. Úgyhogy most már futok visszafelé. Nagyon kell még mindig pisilnem. És ahogy futok, még mindig bazira fáj a kezem. Ettől eltekintve tökre élvezem meg. Nagyon szép a Duna. Meg tök jó idő van. Azt hiszem, hogy kimondhatom, hogy benn vagyok az abszolút 20 utolsó versenyzőbe. Nem ez volt életem legkönnyebb futása, azt hiszem, viszont amikor már elkezdtem futni, leszámítva ezeket a mellékes körülményeket, hogy majd holnap nagyon izomlázam lesz, vagy fájt a kezem, vagy tényleg folyamatosan pisilnem kellett, tök jó volt, és sokkal jobban bírtam, mint ahogy azt egyébként gondoltam, hogy bírni fogom. Nyilván nem futottam le a félmaratont, de hogy ezt már egy ideje tudtam is, hogy nem fogom lefutni a félmaratont, viszont futás közben jól éreztem magamat, és nem gyűlöltem nagyon, ami szerintem egy tök nagy pozitívum. Fél év alatt, hogyha félmaratont nem is tudok lefutni, de arra képes vagyok, hogy üzembiztosan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kilométereket lefutok úgy, hogy az nem terheli meg a testemet annyira, hogy utána meg akarok halni, sőt, tudom élvezni.